A Bahamák. Legendás szépségű táj. Évezredek formálta csodálatos ősi világ. A 3000 kisebb-nagyobb szigeten folyamatos harc dúl a túlélésért. Földünk legrettegettebb és legcsodásabb élőlényei között. Bahamák. A nagy kékség. Első rész. Az Abaco-sziget trópusi paradicsoma alatt egy évezredek által formált világ rejtőzik. A Bahama-szigetek alapja a mészkő, mely a meleg, sekély tengerben korallból és homokból alakult ki. Innen ered a spanyol név a Bahamar, és ebből származik a magyar Bahamák. A 4 kilométer mélyen fekvő mészkő réteg az idők során egyre gyengült. Az esővíz lassan elemésztette a sziklákat, és barlangokat kék lyukakat vájt. A barlangok és a kék lyukak a Bahamák ezer csodája közül is kiemelkednek szépségükkel. Titkaik nagy részét máig homály fedi. A barlangok színes élőviláguk mellett régészeti leletekben is bővelkednek. Minden merülés új titkokat tár fel. Nem csak a közelmúltról, de a földi élet kialakulásáról is. És egyre többet tudunk. Az Abaco-sziget partján található mészkő barlangok sokat elárulnak az üregképződés folyamatáról. Keletkezésükkor a felszínt még mészkő réteg borította. Az évezredek során az esővíz széndioxid tartalma reakcióba lépett a talajjal, és savas vegyületeket képzett. Ez a savas vegyület lassan oldani kezdte a kőzetet. Majd az édes víz tengervízzel keveredve hosszú barlangrendszereket alakított ki. A víz a kőzet rétegein át a barlangok felé haladva egyre több meszet oldott fel. Levegővel érintkezve az oldat víztartalma elpárolgott, és a mész kalcit formájában vált ki a mennyezeten.
Ennek hatására függő cseppkövek, más néven sztalaktitok alakultak ki. A talajról párolgó víz álló cseppköveket képzett. Idővel a kettő összeért, és cseppkőoszlop keletkezett. A barlangok sötétje cseppkövekkel tűzdelt mesebeli tájak sokaságát rejti. Az egyik leghíresebb víz alatti barlang a Ralph nevet kapta. Ez a Bahamák harmadik leghosszabb üregrendszere. Magasan képzett búvárok már a közel 3 kilométer hosszan térképezték fel. Viszonylag fiatal barlang, hisz 350 ezer éve az utolsó jégkorszak kezdete tájékán keletkezett. A tiszta mészből képződött kalcit kristály fehér vagy áttetsző. A vas vörösesre, míg a mangán sötétkékre vagy feketére színezheti. A lila árnyalatot a kristály szerkezetbe került sivatagi homok okozta. Az évezredek során az óceán legalább négyszer öntötte el a barlangot. A cseppkövek viszont a száraz periódusokban képződtek. Ezt a termet a jellegzetes tulipán alakú kristályairól nevezték el. A legtöbb cseppkőfajtától eltérően a kutyafokkalcit a barlang talaján összegyűlt, túltelített oldatból vált ki, hasonlóan ahhoz, amikor sót kristályosítunk cérna szárra. A terem bejáratát cseppkő drapériák jelzik. Ezek a képződmények a templomablakok ólomüvegéhez hasonlóan áttetszőek. A kutatók szerint a drapériák mindössze 15-20 ezer évesek lehetnek. Nagyon sérülékenyek. A világon egyedül itt maradtak fenn épségben. Ennek a szalmacsepkővel borított mennyezetű teremnek a neve üveggyár. A szalmacseppkövek a keletkezésükkor üregesek, de néhányuk az idők folyamán feltöltődött és vékony, függő cseppkővé alakult. Ezek itt heliktitek. Keletkezésük pontos módja nem ismert. A vízcseppek ugyanis a gravitációnak ellentmondva megmagyarázhatatlan szögben kezdtek párologni a barlang mennyezetéről. Megint mások pillangó formájúak. Csoda, hogy sértetlenek maradtak az elárasztott üregekben. A Ralph barlangot tehát egyedülállóan változatos cseppkő képződményei teszik különlegessé. A búvároknak óvatosan kell mozogniuk. A legkisebb meggondolatlanság is a szalmacseppkövek tömeges megsemmisülésével járhat.
Bahamák sok kis szigete két óriási mészkőlemezen fekszik, melyeknek két fő alkotóeleme a homok és a korall. Vastagságuk több mint 4000 méter, de szerkezetük lyukacsos, és a felszín alatti réseket tengervíz tölti be. Az évezredek során az esővíz széndioxid tartalma reakcióba lépett a talajjal, és a tengervízzel érintkezve savas kémhatású vegyületet képzett, mely idővel üregeket, barlangokat, majd alagutakat vájt a kőzetbe. Az esővíz barlangformáló tevékenysége még mindig tart. Néhol annyira meggyengült a talaj, hogy a barlang teteje beszakadt, és tátongó szakadék keletkezett. Ahogy a tengerszint emelkedett, a szakadékok megteltek vízzel, és víznyelőkké váltak. A térségben a folyamat igen gyakran történt meg, így a Bahamákon található a világ legtöbb víznyelője. Ez a jelentéktelen víztükör évezredes geológiai emlékeket rejt. Sokszínű élőviláguk mellett a kék lyukak régmúlt idők titkait is őrzik. Ez a 34 méter mély kék lyuk egykor barlang volt. A beszakadt mennyezet 10 emeletnyi mélységbe zuhant. A Sawmill víznyelőben lefelé haladva Halloclean réteghez érünk. A felszíni édesvíz itt találkozik a tengervízzel. A kétféle víz sűrűség különbsége miatt így gyűlnek össze a vízbe esett szerves anyagok. És bomlásukkor hidrogénszulfid keletkezik. A fény nem tud áthatolni a vöröses gázon. A búvárok sem képesek túl sok időt itt tölteni. Lejjebb érve kristálytiszta tengervíz található. Bár a Bahamákon talált kövületek nagy részét a természeti csapások megsemmisítették, a víznyelők alacsony oxigéntartalmú tengervize a legjelentősebb lelőhelyeket mégis megőrizte. Az egyik legfontosabb lelet egy a barlang feltöltődése előtti időkből való bagolyfészek volt, melyben az állat zsákmányának maradékát is megtalálták. Más állatok valószínűleg csak vízbe estek, majd elsüllyedve konzerválódtak. Hüllők, teknősök, madarak és halak teteme mindenütt. Az ezeket fedő vastag tőzegréteg szintén hozzájárult a leletek megőrzéséhez. Több mint 50 ős krokodilcsontvázat találtak, melyek legközelebbi rokona, a kubai krokodil, már nem él a Bahamák területén. De a Sawmill víznyelő ennél jóval több titkot rejt. Titkokat a földi élet kialakulásáról.
A kutatók szerint az itteni kémben gazdag, de oxigénben szegény környezet megegyezik a Föld 3 milliárd évvel ezelőtti állapotával, amikor a bolygót még csak baktériumok lakták. A szómillvíznyelőben talált baktériumok különböznek a többi kéklyukban találtaktól. Az asztrobiológia kutatói számára ez a felfedezés az egysejtű fajok sokféleségét látszik igazolni, melyek a Föld és valószínűleg más bolygók evolúciójának is alappillérei voltak. A Bahama-szigetek barlangjai a mai napig sok állatnak adnak otthont. Itt él például a nagy barna denevér. Könnyen alkalmazkodik, így Kanadától a Karib-szigetekig bárhol megél. A barlang sötétje menedéket nyújt az éjszakai állatok számára a fény és a meleg ellen. A denevérek gyorsak és nesztelenek. Síri csendben kerítik be fő táplálékukat, a rovarokat. Hegyes fogaikkal könnyedén összeroppantják a bogarakat is. 11-13 centis testhosszukkal a nagyobb denevérek közé tartoznak. A hímek kisebbek a nőstényeknél. Ebben a barlangban jelenleg kizárólag nőstény egyedek tartózkodnak, kicsinyeikre vigyázva. A nőstények éjjelente vadásznak. Naplemente után indulnak. Később szag alapján találják meg a kicsinyüket. A hártyás orrú denevérek ellenben kizárólag trópusi területen élnek. Viszonylag kicsik, nem hosszabbak 5-6 cm-nél. Fő táplálékuk a gyümölcs, bár néha rovarokat is fogyasztanak. A hártyás orrú denevérek is csoportban nevelik a kicsinyeiket, de a melegebb, 25 fokos hőmérsékletű barlangokat kedvelik. A kicsik már több hetesek, és születésük óta az anyjukon lógnak. A naplementét követően a denevérek lassan táplálkozni indulnak. A hártyás orrú denevér a hátán cipeli kicsinyét, amíg az akkorára nem nő, hogy képes legyen önállóan táplálkozni. De a barlangokban nem csak denevérek élnek. Sok más állatfaj is az üregek sötétjében keres védelmet.
A remete rákot azonban nem a biztonság vonzza a barlangokba. Nap mint nap az üregek mélye felé veszi az irányt. Ahol a denevéreknek hála, sajátos talajviszonyok uralkodnak. A denevérek speciális emésztőrendszere hihetetlenül gyorsan dolgozza fel a táplálékot. Ezért olyan magas a guanó fehérje és ásványi anyag tartalma, amit a remeterák elfogyaszt. Táplálék. Ez vonzza a rákokat a barlangokba. A Bahamák vízzel teli, tengeri és szárazföldi barlangjait kék lyukaknak hívjuk. A szárazföldi kék lyukakat víznyelőnek is nevezzük. Keletkezésükkor a barlangok mennyezete hatalmas, mély szakadékokat képezve beomlott. A kőzet állapota arra utal, hogy a tengervíz és az esővíz találkozása fokozott üregképződéshez vezetett. A vízszint süllyedése pedig tovább gyorsította a folyamatot. A barlangok helyzete elárulja, hogy az óceán vízszintje valaha 100 méterrel alacsonyabb volt. A partmenti vizek kék lyukai tehát eredetileg szárazföldi barlangok voltak, melyeket később öntött el a tenger. Így tanulmányozásuk szakképzett búvárokra maradt. Barlangok bejáratánál gazdag koralltelepek találhatók. A kék lyukakra különösen nagy erővel hat az árapály jelenség. A víz 6 óránként váltakozva hol kifelé, hol befelé áramlik rajtuk. És ezt a keskeny bejáratok csak tovább fokozzák. Az áramlat erőssége még tapasztalt búvároknak is nehézséget okoz. Merüléskor fontos, hogy elkerüljék az apályt, amely erős sodrásával megakadályozhatja felszínre jutásukat. A dagály bőségesen ellátja táplálékkal a barlangok lakóit. Ezek a több száz méter hosszú, szerteágazó barlangrendszerek homároknak és rákfélék sokaságának adnak otthont. Ürülékük a dogállyal távozik. Így nem befolyásolja a barlangvizének kémiai egyensúlyát. A Bahamákon kevés a termőföld, de az édesvízű, szárazföldi kék lyukak körül burjánzik a táj. Jó példa erre az Abaco-sziget karibi fenyőkből álló erdeje,
mely tökéletes élőhely rovarok, hüllők és kétéltőek számára. A kék lyukak környékén él a színpompás atalanta lepke, mely díszes mintázatáról híres. Kiemelkedő szépsége azonban csak álca. Az állat ugyanis a lárvakorban elfogyasztott növényi toxinok miatt mérgező. Tűzvörös potroha erre figyelmezteti a ragadozókat. Az atalanta lepkének nem erőssége a repülés. Nagyrészt délután párzanak. A levelekre rakott peték úgy 4-5 nap alatt kelnek ki. Az atalanta lepkék élete rövid, mindössze néhány nap. A pörgefarkú leguán örömmel sütkérezik a kék lyukak körüli homokon. Hidegvérű állatként a teste melegen tartásához szüksége van a naphőjére, így kizárólag világosban aktív. A hímek a területüket őrizve elzavarják a betolakodókat. Testét a hüllőkre jellemző durva pikkelyek borítják. A matt testfelület segíti az állatot a rejtőzködésben. A pörgefarkú leguán mindenevő. Rovarokat, gyümölcsöt és néha kisebb puha testűeket is szívesen fogyaszt. Könnyedén felmászik bármire. A fajra jellemző pörgefarok a domináns viselkedés, illetve a párzási szándék jele is lehet. De önvédelemre is szolgál, hiszen az állat fejét megóvandó eltereli róla a ragadozók figyelmét. Két-három évente bozóttűz söpör végig az Abakó-szigeten, megtizedelve az őshonos karibi fenyőket. Ez a fafajta kizárólag a Bahama-szigetek 4 tagján található meg. A fenyőgyanta védelmének hála a tűz általában nem károsítja a kifejlett fákat. És az ajnövényzet kiirtásával teret ad a fiatal palánták növekedésének is. A bozóttüzek létfontosságú szerepet töltenek be a fenyők megőrzésében, így a helyi hatóságok esetenként irányított égetést is alkalmaznak. ...1999-ben a szárazság és a Floyd hurrikán pusztítása is közrejátszott abban, hogy több ezer hektár égett le. Irányított égetéssel megelőzhető a túlzott pusztítás.
A Bahama-szigetek barlangjainak élővilága a Föld összes ehhez hasonló helyénél sokszínűbb. A Lost Trail nevű kéklyuk is sok furcsa lény otthona. Ezek alkalmazkodtak a haloklin réteg alatti vizek magas hidrogén-szulfid tartalmához, az alacsony oxigén szinthez és a teljes sötétséghez. Az ászkarák gerinctelen, lapos külső vázú héjas állat. A természetben több helyen is megtalálható, ám a barlangi egyedek mások, a környezetükhöz alkalmazkodva teljesen áttetszőek. Az itteni ászkarákok mindenevők. Bármilyen szerves vegyületet képesek elfogyasztani. A mélyben garnélák is élnek. Ezek a barlangi garnélák szintén teljesen áttetszőek. Viszont nagyon fejlett mozgásérzékelő szervekkel rendelkeznek, melyek segítségével messziről megérzik a társaik jelenlétét, illetve könnyebben találnak táplálékot is a teljes sötétben. Ez pedig a gályarák. Annak ellenére, hogy a fajt csak a közelmúltban fedezték fel, körülbelül 100 millió éves múltra tekint vissza. A gályarák szinte kizárólag csak vegyes vízű kék lyukakban él. Üreges szájszervével garnélákra vadászik, de a dögevéstől sem riad vissza. A párzási szokásairól keveset tudunk, ám biztos, hogy hermafrodita. Az állat mozgása lehetetlenné teszi a szexuális aktust, így valószínűleg külső megtermékenyítés történik. A kubai leveli béka a Bahamákon őshonos, de a Karibi térségben is elterjedt. Előfordul, hogy akár 15 cm-esre is megnő. A békafajta éjszakánként aktív. Párzási szezonban a nőstény akár 15 000 petét is rak. Úgy tartják, az eső növeli a szaporulatot. A párzás nagyrészt nyáron zajlik, de a párás meleg egész évben kedvező körülményeket biztosít. Az ebihal néhány hét alatt fejlődik békává. A kubai leveli béka sajátos módon védekezik a ragadozók ellen. A bőrét borító nyálka ugyanis allergiás reakciót vált ki. Melső lábán nincs úszóhártya, de tapadókorongjai hatalmasak. Így könnyebben tud fára és sziklára mászni. Kifejezetten fürge. A kubai leveli béka a Den barlangjához hasonló, alig észrevehető, szárazföldi kék lyukak vizében él.
Az Abakó-szigeten található Dem-barlangja a világ leghosszabb szigeten található vízi barlangrendszere, ezért még napjainkban is kutatják. Két elismert búvár, Brian Kekú és Christina Zenato merülést tervez a kristálybarlangba. Az ehhez hasonló expedíciókhoz, a szűk járatokba való leereszkedéskor a hagyományos búvárpalack helyett célszerű inkább oldalpalackokat használni. A tartalékpalackok pedig a kijutáshoz biztosítanak elegendő oxigént. Kőzetformációi sérülékenyek. Egyetlen rossz mozdulat is óriási kárt okozhat. Den barlangja nem csak hogy gyönyörű, de rengeteg újonnan felfedezett barlangi élőlénynek is otthont ad. A közeli Ralph barlanghoz hasonlóan Den barlangja is 350 ezer éves múltra tekint vissza. Ez a vörös réteg sokat elárul. Kutatások kimutatták, hogy szaharai homok, melyet a Föld ezer éves történetének homokviharai hordtak a barlangokba. A bejárat után a barlangrendszer szerte ágazik. A szűk üregek megnehezítik a búvárok haladását. Speciális technikára van szükség. Csak így tudnak átkúszni a járatokon. Barlangjának az eddig ismert közel 12 kilométeres szakasza lenyűgöző cseppköveket rejt. Nem sok embernek adatik meg, hogy itt merülhessen. A kutatók úgy vélik, hogy a barlang egy még feltáratlan járata egészen a Ralph barlangig is elvezethet. A zuhatag termet cseppkőoszlopok díszítik.
Ezek az évezredes, lassan növekvő álló és függő cseppkövek találkozásával alakultak ki. Az oszlopokra a Föld története során újabb és újabb rétegek rakódtak, melyek sokat elárulnak bolygónk éghajlatának és légkörének változásairól. Az üregek falát függönyszerű cseppkődrapériának nevezett képződmények díszítik. A legszebb termek körülbelül 23 méter mélységben találhatók. Hihetetlenül tágasak, a belmagasságuk eléri a 4,5-6 métert. A legtöbb hotel bálterme eltörpül 76 méteres hosszúságuk és 45 méteres szélességük mellett. Ráadásul a barlang termei az ember munkálkodásától teljesen függetlenül alakultak ki a Föld gyomrában. A természet erői hosszú évezredek alatt vájták ki a járatokat, melyeket aztán lassan párolgó meszes víz öltöztetett díszbe. A felszínről szemlélve a Bahamák barlangjai és kék lyukai apró ablakoknak tűnnek a Földön, ám ezek csupán a bejáratát jelzik egy termekből és szűk járatokból álló Föld alatti világnak, mely bolygónk kialakulásának titkát rejti. Így a kutatók és a búvárok fáradhatatlanul munkálkodnak azon, hogy mi hamarabb feltárják a titkoknak eme elszigetelt tárházát.